Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Rózsa Sándor György jegyző úr, a helyi választási irodának a vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és így is köszöntöm itt televízión keresztül a nézőket. Jegyző úr, június 9-én önkormányzati, illetve Európai Uniós választásokra kerül sor. Sokan szavaztunk már, és átestünk ilyen választási időszakon, de mégis jó, ha egy kicsit összefoglaljuk, hogy mit lehet tudni erről az időszakról. Itt Karcagon is gondolom, hogy szervezés alatt van ennek a napnak a lebonyolítása. Hány választókerület, választókörzet, választóhely került kialakításra itt Karcagon? Hány órától kereshetik fel a szavazók ezeket a körzeteket? Hánytól hány óráig? Első körben erre kérek szépen választ. Hát talán nem itt kezdeném. Tehát valóban június 9-én vasárnap lesz egy választás, ami sok sajátosságot mutat, hiszen ilyen összetett választásra még nem került sor eddig Magyarországon, hiszen helyhatósági választás lesz, azzal együtt nemzetiségi választás is lesz, és európai parlamenti választás lesz. Tehát ez a speciális jellegű feladat, aminek egyébként most már mondhatom azt, hogy a finisébe kezdünk érkezni, hiszen a választási eljárásban is már le is jártak fontos határidők, a jelölések megtörténtek, gyakorlatilag a szavazólapok azok most készülnek, leszállításra kerülnek, hétfőn már megérkeznek, és Karcag városában, ha a kérdés végével visszatérek, 16 szavazókör van, de hát ez körülbelül szerintem mindenki is tudja, 8 választókörzet van. A választás napján nem történik semmi különös, hiszen reggel 6 órától 19 óráig történik, ugyanúgy, mint egyébként az elmúlt évtizedekben mindig maga a választás. Többféle jogcímen történik a választás, hiszen ez egy olyan eljárási trendben történik, amikor nem csak a magyar állampolgárok választhatnak. Alapvetően természetesen itt Karcagon is, a Karcagon lakó, lakcímmel rendelkező nagykorú magyar állampolgároknak van jogosultsága választani polgármestert, képviselőtestületet, képviselőtestület tagjai belül egyéni körzeti képviselőket. Aki regisztrált nemzetiségű, az nemzetiségi önkormányzati választáson is részt vehet, illetve az európai parlamenti választáson, ahol a magyar állampolgárokon kívül az európai parlamentbe, így az Európai Unióban résztvevő állampolgárok bármelyike, egyébként az Európai Unión belül, ahova regisztrál, ott választhat. Tehát így a magyar állampolgárok is, akik külföldön élnek, hogy ez érthető legyen, ha nem magyarországi, európai parlamenti listákra akarnak szavazni, akkor az adott lakóhely szerinti, ország szerinti európai parlamenti választási listákra szavazhatnak, de a magyar külképviseleteken természetesen rendelkezésre áll az is, hogy a magyarországi európai parlamenti jelöltekre, képviselőjelöltekre adhatják le a voksukat. A helyhatósági választáson viszont azon túl, hogy európai parlamenti választáson, akik részt vesznek, tehát az európai állampolgárok is választhatnak, de azon kívül is gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ha valaki magyarországi lakcímmel rendelkezik, tartósan Magyarországon él, vagy menekülti státuszban van, akkor van neki lehetősége helyhatósági választáson részt venni. Hogyha egyébként meg állandó lakcímmel rendelkezik, akkor elméletileg még meg is választható. Tehát ezért ez egy kicsit bonyolult. De hát végül is azért a nagy többség mégiscsak magyar állampolgár, karcagi lakos, karcagi állandó lakcímmel rendelkezik, vagy tartózkodási helyen rendelkezik, lakcímkártyája van, az
abban a szavazókörben mehet el szavazni, ahova ez a lakcím esik. Tehát vasárnap reggel 6-tól 19 óráig, azaz este 7 óráig. Ugye most már tudjuk, hogy kik szavazhatnak, de vannak, akik nem szavazhatnak. Kik azok, akik nem szavazhatnak most? Hát talán kezdjük azzal, hogy 18 év alatti gyerekkorú magyar állampolgárok, illetve fiatal felnőttek, akik még 16 és 18 év közöttiek, nekik nincsen választójogosultságuk, ezt azért úgy általában mindenki tudja. És hát vannak olyanok, akik a választójogukba korlátozva vannak, jelen esetben akkor, hogyha büntetésvégrehajtó intézetben vannak, akkor ha nincsenek is a közügyektől eltiltva, tehát ők nem választhatók, de választók, tehát ők attól még választhatnak, akiket meg a közügyektől eltiltottak teljesen, azoknak természetesen nincsen, meg vannak fosztva szavazó joguktól, és vannak olyanok is, akik betegségük miatt nincsenek olyan beszámító képességgel, nem rendelkeznek, vagy korlátozva vannak, akiknek így a választójoguk korlátozva van. Ők ki vannak ebből a lehetőségből zárva. Milyen okmányokra vagy okmányra van szükség ahhoz, hogy választhassunk? Összességében, hogy egyszerűen elmondjam, minden olyan okmánnyal lehet, ahol a személyi azonosságát valaki tudja igazolni. Tehát ezek alapvetően nyilván a személyi igazolvány, a lakcímkártya, de lehet útlevél például, tehát ezeket fel lehet használni. És hogyha már itt tartunk, hogy aki most veszi észre, hogy éppen lejárt, nem érvényes, az kicserélhet is őt a választás napja előtt, meg a választás napján is a kormány ablakok nyitva állnak, és ha lejárt a személyi okmányuk, azt ki tudják cserélni, tehát végül is meg tudják érvényesíteni, de természetesen más jellegű személyi okmányokat módosítani, változtatni, tehát mit tudom én most gondoljak valamilyen dologra, hogy lakcímet létesíteni például már nem lehet ezen a két napon. Addig persze természetesen igen, de a választás szempontjából nem releváns, tehát nem, nincs jelentősége, hiszen aki február 11-e után változtatott valamilyen formában lakcímet, annak a befolyása nincs a névjegyzékre, tehát ott kell szavaznia, ahol február 11-e előtt volt a lakcíme. És ha előfordul olyan eset, a szavazás napján nem vagyok ott, ahol nekem szavaznom kéne, milyen lehetőségek vannak arra, hogy mégis szavazhassak? Hát ezt most... Mondjuk nem vagyok abban a városban, ahol én szavaznék. Hát jelentkezésre természetesen van lehetőség. De itt is az a fontos, hogy olyan lakcímre jelentkezünk át, ami február 11-e előtt létesült, tehát kell, hogy valahogy legalább tartózkodási helynek valakinek lenni a lakcím kártyájába, hiszen a helyhatósági választáson csak akkor tud érvényes szavazatot leadni. Tehát az országgyűlési választáson most legutóbb megszoktuk, hogy a szavazólapok utaznak utánunk, ahol vagyunk. Ez most nem így van. Tehát aki átjelentkezést kér, az annak a településnek a jelöltjeire tud csak szavazni. Tehát a saját településére, ahol életvitelszerűen él, ott nem visz. Tehát ez technikailag is megoldhatatlan lenne, nem viszik utána a szavazólapot. Tehát mondhatom azt, hogy kvázi ismeretlenekre kell szavaznia. Viszont az európai parlamenti választás tekintetében ennek nincsen jelentősége, mert az egész ország egy választási körzetnek minősül, tehát ugyanazok a szavazólapok vannak, hogy egyszerűen mondja. És akik február 11-e után létesítettek lakcímet, és oda jelentkeztek át, azok viszont csak az európai parlamenti választáson vehetnek részt. Most is lehet-e mozgóurnát kérni? Kik kérhetnek, és mit kell tenni? Mozgóurnát természetesen most is lehet kérni. A mozgóurnát elsősorban azok kérnek, akik mozgásokba egészségi állapotok mozgások akadályoztatva vannak, olyannyira, hogy nem tudják megközelíteni
azokat a szavazóköröket, ahol egyébként jogosultak lennének szavazni. Tehát a mozgáskorlátozott is státusz is olyan, hogy mozgáskorlátozottak segítésére szolgáló járművekkel vagy eszközökkel se tudnak elmenni. Tehát ezek az emberek kérhetik, ezt egyébként meg is kell jelölni az okot, hogy mi miatt kérnek mozgóornát. Ennek többféle változata van. Van a leghagyományosabb, amikor levélben lehet kérni, tehát ez normális postai lapon a kérelmet kitölteni, amelyet vagy a választási irodától kell, valamelyiktől, tehát nem feltétlenül Karcagitól, akárkitől lehet kérni, illetve hát a választás.hu-n van egy ügyfél rendszer, amiben a kérelmek, a kérelem nyomtatványok fenn vannak, ezt le lehet tölteni, manuálisan kitölteni, postán elküldeni. Tehát ez a leghagyományosabb módja. Ennek a lehetősége június 4-én, tehát jövő héten keddig áll fenn, tehát meg kell érkeznie 16 óráig a helyi választási irodákhoz. Ezen túlmenően van lehetőség a választási informatikai rendszeren, ahol beszéltem, tehát a választás.hu weboldalon, az ügyfelek rendelkezésre álló felületen elektronikus úton kérni mozgóurnát. Ennek két lehetősége van, vagy ügyfélkapunk keresztül, vagy pedig egy másik mód, amikor nem kell az illetve nem mindenkinek van ügyfélkapuja, akinek nincs ügyfélkapuja, akkor ezt kihagyva is lehet kérni. Ez egy nagyon tökéletesen működik, én is kipróbáltam ezt, és egy pár perc alatt egyébként lezajlik az egész dolog, és gyakorlatilag felkerül a névjegyzékben a mozgóornát kérő szeméről van szó, megkapja az értesítést valaki, hogyha megadja az e-mail címét, vagy pedig akkor kipostázzák. Ezek a legegyszerűbb módok, viszont a névjegyzék a választás előtti pénteken, azaz 7-én, 10 órakor kerül lezárásra. Ez annyit jelent, hogy a mozgóurna kérelmek változatait, ahogy mondtam a levélben, aki kérte a választási irodától, aki személyesen kérte a mozgóurnát, vagy pedig kézbesítési meghatalmazottja útján. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki behozta, vagy valakinek a hozzátartozója, vagy bárki behozta a választási irodától, annak be kell érkeznie, és regisztrálni kell. Tehát a névjegyzék pénteken 10 órakor lesz lezárva. Viszont még mindig nyitva áll a mozgóurna kérelem lehetősége, csak a választási irodáknál záródik ezzel az időponttal le, hiszen elektronikusan továbbra is lehet mozgóurnát kérni, viszont pénteken délelőtt 10 órától már csak ügyfélkapun keresztül lehet, és a választás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet délbe 12 óráig kérni mozgóurnát. Ennek a lehetősége ugyanúgy fennáll az ügyfélkapun keresztül, vagy pedig a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni a mozgóurna kérő lapot, és ott a szavazatszámláló bizottságnak átadni, és akkor ők fogják majd rögzíteni, hogy a mozgóurnát kérők névjegyzékébe. Hiszen a mozgóurnázás az egészen a szavazás végéig elméletileg fennáll. Elmegyünk szavazni június 9-én. Igen. Hány szavazólapot fogunk a kezünkbe kapni? Hát mi itt Karcagon kapunk egy polgármesteri szavazólapot, egy képviselői szavazólapot. Kapunk mivel helyhatósági választás van, ezért a vármegyei önkormányzatra is kell szavazni, ez listás szavazás, tehát olyat is fogunk kapni. A regisztrált nemzetiségek azok kapnak nemzetiségi szavazólapot, és az európai parlamenti választásra is kapunk egy szavazólapot. Tehát aki mondjuk éppen nemzetiségként regisztrálva van, az 5 félét fog kapni. De aki nem, az átlag az 4-et fog kapni. Abban az esetben egyébként, hogyha nem átjelentkezett, hanem a, tehát
Tehát, hogyha valaki a saját lakóhelyén maradt, vagy tartózkodási helyén maradt, akkor igen. De ha valaki átjelentkezik, akkor viszont nem fogja kapni, csak az európai parlamenti választásra vonatkozó szavazólapot. Meg lesznek különböztetve a szavazólapok, szerintem azt már lehetett látni a tévében, már a Nemzeti Választási Iroda mutogatta. A nemzetiségi szavazólap az lesz a legkülönlegesebben egyébként megkülönböztetve. Ez már mondjuk évek óta így zajlik, hogy az előző választáson így zajlik, ez zöld színű lesz. És ezeket a zöld színű szavazólapokat nem is a szavazatszámláló bizottságok, hanem a helyi választási bizottság fogja majd megszámolni, összesíteni. Gondolom, hogy már zajlanak a szavazatszámláló bizottságok felkészítései is, hiszen ez is megelőzi a szavazást. Így van. A jegyzőkönyvezetőket készítjük először fel, tehát a szavazatszámláló bizottságok mellett működik a szakmai stáb egy képviselője, a jegyzőkönyvezető, hiszen a választás napján történtekről kell jegyzőkönyvet is készíteni, meg a végeredmény is végül is a jegyzőkönyvbe kerül be. Ez a helyi választási irodának a dolgozói. A szavazatszámláló bizottsági tagokat már meg kellett választani, illetve a pártok, független jelöltek delegálhattak, aminek a határideje egyébként a mai napon, most pénteken, tehát 31-én 16 órakor fog lejárni, tehát ez még most mindenki megteheti. És a delegáltakkal, meg a korábban képviselőtestület által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokkal együtt kiegészülve fognak majd megalakulni a szavazatszámláló bizottságok, aminek a napja majd 4-én kedden 16 óra 30-kor kezdődik, akkor fogják polgármester úr előtt letenni az esküt, megalakulni, és akkor fogják megkapni azokat a tájékoztatásokat, ismeretanyagokat, amelyek még szükségeltetnek, hát meg azért mégiscsak fel kell frissíteni, meg mindig van nagyon sok újdonság. De egyébként dicséretére mondva a Nemzeti Választási Irodának nagyon jó vizuális anyagot készítettek, ami egyébként elérhető bárki számára, egyébként az informatikai felületen. Most már mindent tudunk az előkészületekről, a választás napjáról is. Bízunk benne, hogy eseménymentesen fog zajlani ez a nap. Jegyző úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!